Ha az igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Amikor Scott és Sarah összeházasodtak, közös életüket 75 000 dollár adóssággal kezdték. Egy évvel később, első házassági évfordulójukon azonban már 1 dollárral sem tartoztak. Vajon hogyan csinálták? Lássuk a választ. A csodálatos esküvő után fantasztikus nászút következett. Egy dolog azonban beárnyékolta a pár örömét. Tudtuk, hogy hatalmas adóssággal kell szembenéznünk. Összesen 75 000 dollár adósságot hoztak a házasságba. Nagyon idegesített. Volt, hogy éjszaka közepén felébredtem, és ezen tépelődtem. A házasságkötésük előtt Scott elveszítette az állását. A megtakarításba kellett élnie. Sarah pedig elkövette azt a hibát, hogy megvásárolt egy öröklakást, amely havonta mindössze 12 dollár hasznot hozott. Amikor 2003-ban elvesztettem az állásom, 2 év küszködés következett. Aztán végül megjött az eszem, és azt mondtam, hé, már 2 éve nem dolgozom, miért nem kérdezem meg Istent, hogy mi legyen? Miért nem töltöttem vele egy kis időt? Az Úr pedig válaszolt, Scott, ha te lennél egy nagy vállalat vezérigazgatója, rámernéd bízni magadra a cég pénzügyeit? Ekkor hátradőltem, és elkezdtem nevetni. Dehogy ismerném, hiszen a sajátom is romokban hever. Az Úr azt mondta, amíg nem tanulsz meg a saját pénzeddel jól gazdálkodni, nem adok többet. Amíg meg nem mutatod, hogy hűséges vagy a kicsin, amit eddig adtam. Mindketten nagyon körültekintőek lettek a pénzügyeikben. Megegyeztek, hogy összehozzák a nadrágszíjat, félretesznek, és szisztematikusan visszafizetik az adósságokat. Rendszeresen leültünk, és megbeszéltük a célokat. Felállítottuk a fontossági sorrendet. Kezdett rend lenni az életünkben, a céljainkban. Kezdett összeállni a kép. Már korábban is fizettek tizedet, és most az adakozás is az új terv kiemelt helyén szerepelt. Az első között a CBN-re gondoltam, úgyhogy meg is beszéltem Sarah-val, hogy mi lenne, ha adakoznánk nekik. Ő nagyszerű ötletnek tartotta. Azért kezdtem el adni a CBN-nek, mert az Úr azt mondta. Még abban a hónapban Sarah-t előléptették. Ő lett a cég művészeti igazgatója. Scott pedig új munkahelyet talált. Éves bevételük 14 000 dollárral nőtt. 4 hónap múlva Scott egy olyan cégnél kezdett dolgozni, mely növekvő gyülekezetek számára készít videókat. Az ő jövedelme 23 000 dollárra emelkedett. Szinte azonnal nagy dolgok történtek. Előléptetés, fizetésemelés. Máshonnan is kezdett jönni hozzánk a pénz, nem csak a munkahelyünkről. Úgy tűnt, szinte nem is tudjuk követni, hogy mennyi és honnan jön. Végül Sarah 10 000 dollár haszonnal eladta az öröklakást, és mindössze 10 hónappal házasságkötésük után a Nikodémus család visszafizette 75 000 dolláros adósságát. Amikor visszafizettük, sikítottunk örömünkben. Nagy teher ment le rólunk, úgy éreztük, az egész világ kinyílt előttünk. Ezt Jézus tette, dicsőség Istennek, hiszen magamtól nem lettem volna erre képes. Semmi kétségünk nem volt afelől, hogy az adakozás mértéke nagyban hozzájárult a sikerünkhöz. Egyre többet szeretnénk adni a jövőben, és egyre többet tudunk is adni. Minden évben nő a százalék. Szeretnénk hitel nélkül felépíteni egy házat, eltartani egy családot. Ezeket a vágyakat Isten helyezte a szívünkbe, ezek az élet céljaink. A jövőnk egyszerűen arról szól, hogy engedelmeskedünk Istennek. Amit ő mond, mi azt tesszük, és mindezt adósságok nélkül.